Oroszország képviselők lefizetésével próbálja befolyásolni a közelgő EP választásokat, állítja a belga miniszterelnök, aki szerint Moszkva célja a beavatkozási kísérlettel az volt, hogy gyengítse az Ukrajnának nyújtott európai támogatást. A belga hírszerző szolgálatok megerősítették az orosz barát interferencia hálózatok létezését, jelentette be a kormányfő. On the national level, our judicial authorities have now confirmed that this interference A készpénzkifizetések nem Belgiumban történtek, a zavarkeltés viszont igen. Mivel Belgium az uniós intézmények székhelye, felelősségünk, hogy megvédjük a polgárok szabad és biztonságos szavazáshoz való jogát, közölte Alexander De Croo. Azt is elmondta, a belga ügynökségek szorosan együttműködnek a cseh hatóságokkal, miután ott fény derült egy orosz barát befolyásolási akcióra. Az ügyben indított vizsgálat megmutatta, hogy megkörnyékezték az EP képviselőit és pénzt ajánlottak nekik azért, hogy népszerűsítsék az orosz propagandát. A cseh vizsgálat további letartóztatásokhoz vezetett Lengyelországban. A cseh hírszerzés szerint akár 6 uniós ország politikusai is vád alá kerülhetnek. Jogunk van olyan választásokhoz, ahol az emberek akarata dönt, és természetesen tiszteletben tartjuk az eredményt. Az európaiak fogják meghozni döntéseiket, nem pedig más országok, amelyek megpróbálnak befolyásolni minket, mondta a belga kormányfő. Alexander De Croo a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozón az uniós vezetőkkel is megvitatja az ügyet, hogy döntsenek arról, szükség van-e az EU csalás elleni nyomozóegysége az OLAF bevonására.